Következzen most egy orvos-biológus agykutató képviselőjelöltünk, a biológiai tudományok doktora, a koronavírus kutatóközpontunk vezetője, dr. Pál Jenő. Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan eljöttek Önök, eljöttetek a mai tüntetésre. Mindez jelzi az ügy fontosságát, amely mellett most egységesen kiállunk. Mondjunk együtt nemet a Covid-diktatúrára. Ne engedjük, hogy a kormány legutóbbi csütörtöki döntése értelmében mi mindannyian, akik már átestünk a koronavírus fertőzésen, akik nem vettük fel a koronavírus elleni vakcinát, vagy akik egy, illetve két védőoltást kaptunk csak, mi mindannyian ezentúl másodrendű állampolgárok legyünk. 2022. február 15-től. Mi 6,7 millióan. Ne engedjük, hogy csak a háromszor oltottak számítsanak. Ne engedjük, hogy a világ egyik legrosszabb és leghalálosabb járványkezelési stratégiáját az Orbán kormány tovább fokozza. Tudósként, kutatóként és a Mi Hazánk Mozgalom koronavírus kutatóközpontjának vezetőjeként szeretném veletek megosztani mindenről a szakmai véleményemet és néhány javaslatot tenni a koronavírus járványhelyzet helyes kezelésére, megoldására. Ugyanis a magyar politikai pártok és szakmai szervezetek közül egyedüliként mi értjük pontosan a kialakult helyzet komolyságát és veszélyességét. A gyerekek oltásával felmerülő kérdéseket. A háromszor, majd négyszer, ötször, hatszor, tízszer oltottakra váró jövőbeli megpróbáltatásokat. Először is nézzük meg a 6 hónapostól 4 éves korosztályig terjedő gyerekeket. 2021. december 17-én jelent meg az alábbi közlemény, amelyben ezt írják. Nem várt akadályba ütközött az amerikai Pfizer és a német BioNTech által fejlesztett koronavírus elleni vakcina klinikai vizsgálata. A gyógyszergyártók egy ideje már tesztelik, hogyan hat a legkisebb gyermekeknél az oltóanyaguk. Ezekből kiderül, előről kell kezdeni a vizsgálatokat, mert a nagyobb gyerekeknél, illetve a felnőtteknél is alkalmazott két dózisnyi oltóanyag a kisgyermekeknél nem váltott ki megfelelő immunválaszt. A Pfizer-BioNTech most a harmadik oltással kísérletezik gyerekeken, amelyeket legkorábban 2 hónappal a második oltás után adnának be. A vizsgálati eredmények borítják az amerikai vállalat tervét, hogy még az év vége előtt, de legkésőbb jövő év elején, azaz most 2022-ben a 4 év alatti gyermekek számára is engedélyeztetik az oltóanyagot. Erre én csak azt tudom mondani, hogy hála Istennek! A természet és a biológia velünk van, az emberi élet és a normalitás oldalára állt. A közleményben még az is olvasható. Az Omikron megjelenése alapjaiban írja felül az oltási menetrendet, és minden korosztályban szükségessé teszi a 3 vagy még több oltás felvételét. Mindeközben ne felejtsük el azt sem, hogy például csak az amerikai Moderna cégnek a koronavírus elleni vakcinákból 2021-ben 18 milliárd USA dollár haszna keletkezett. A Pfizer 2022-re 31 milliárd dollár bevételt vár a vakcinák értékesítéséből. 31 milliárd dollárt! Most nézzük meg a következő korcsoportot, az 5 és 11 év közötti gyerekeket, akiket sajnos már Magyarországon is oltanak, nem is keveset. 2021. december 17-én végre a koronavírus sajtóközpont közleményéből megtudtuk, hogy azon a napon összesen 52 koronavírusos gyermeket kezeltek kórházban, akik közül mindössze egy fő szorult légzéstámogatásra, de nem gépi lélegeztetésre. Azon a napon összesen 5856 beteget ápoltak kórházban koronavírus fertőzés miatt. Ebből könnyen kiszámolható, hogy az 52 fő gyermek
mindössze a 0,9%-a volt az összes ellátott betegnek. Tudjátok-e, hogy egy átlagos szezonális influenza járvány idején ez az arány mekkora? Mekkora szerintetek? 10-szerese? 9%? 20-40%? 20-40%. Hát akkor miről is beszélünk? Miért kellene a gyerekeket oltani koronavírus ellen? Senkit! Az nem elfogadható érv ugyanis, hogy ezzel a felnőtt társadalmat védjük. Aki fél a vírustól, az adassa be magának a koronavírus elleni védőoltást, és ne a gyerekekre telepítse át a felelősséget, és az oltóanyagok ma még nem ismert, esetleges közép- és hosszú távú negatív mellékhatásait, következményeit. Szeretném idézni ezzel kapcsolatban az olasz Andrea Crisanti professzor szavait. A professzor Anglia legkomolyabb kutatásfejlesztési központjában, a londoni Imperial College-ben dolgozik, molekuláris parazitológus professzorként, továbbá a Pádovai Egyetem mikrobiológiai tanszékének a vezetője. Nézzük meg, hogy ő mit mond a gyermekek oltásáról. A gyerekek oltása nagyon bonyolult dolog. Egy olyan vakcinával állunk szemben, amely teljesen új az összetevőit, a szerkezetét tekintve. Jelenleg nem tudományos adatokon alapuló döntésről van szó, hanem politikai döntésről. Hagyjuk békén a gyerekeket. A gyermekek teljesen más fiziológiával rendelkeznek, másképp reagálnak a betegségekre, más az immunrendszerük. Ha lenne kisgyermekem, beoltatnám-e? Én haboznék. Nem értem, miért kell rohanni. Van némi koncepcionális fenntartásom. Valójában nem tudjuk, hogy a gyermekek beoltása megállítja-e a fertőzés terjedését. Az, hogy egyesek 4 milliárd felnőttnek beadott adagra hivatkoznak, ez nem jelent semmit. Ez nem mentesít minket a meggyőző adatok beszerzésének szükségessége alól a gyerekekről, akik nem miniatúr felnőttek. A Mi Hazánk mozgalomnak teljesen egyértelmű és határozott ezért az álláspontja. 18 éves kor alatt egyáltalán nem ajánljuk a koronavírus elleni bármely védőoltás felvételét. Azok a szülők pedig, akik mindenképpen szeretnék beoltatni gyermeküket, legalább annyit tegyenek meg értük, hogy előtte elvégeznek egy antitesttesztet, és annak az eredménye pozitív, és a gyerek már átesett a fertőzésen, legalább gondolkodjanak el azon, hogy ne rontsák el a gyermekük természetes úton megszerzett széleskörű immunitását a koronavírus ellen. A Mi Hazánk mozgalom egyúttal követeli, hogy minden 18 év alatti fiatal számára az állam rendszeresen biztosítson ingyenes tesztelési lehetőséget, és akik akár az antigén, akár az antitest vizsgálat alapján igazolhatóan átestek a koronavírus fertőzésen, azok kapjanak örök mentességi igazolást mindenféle további intézkedés és korlátozás alól. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a felnőttekkel. Akik már átestek a koronavírus fertőzésen, ők vannak a legjobb helyzetben. Nekik semmi további teendőjük nincsen. Ez hivatalosan körülbelül 1,3 millió fő magyar állampolgár jelent. A megjelenő újabb és újabb variánsokra reagálni fog a szervezetük, erősebben vagy gyengébben az adott vírusvariáns változékonyságától függően, de a szervezetük ismét és ismét legyőzi a vírust. Hogy megint egy klasszikus Rusvai Miklós professzort idézzem. A fertőzöttség adja a legmagasabb szintű és legjobb szintű védelmet.
mert ott a nyálkahártya immunitás is kialakul, a sejtes immunitás is kialakul, és az antitesti immunitás is kialakul. Magyarul a legtökéletesebb immunitás a fertőzés. Nem történhet olyan mutáció, ami ellen az előző fertőzés nem védene. Az egyik legrangosabb orvosi szakfolyóiratban, a The Lancetben 2021. november 8-án megjelent egy tudományos cikk. Ebben megállapították, hogy azokban az emberekben, akik a koronavírus legelső 2003-as járványában a fertőzésből felgyógyultak, és kialakult bennük a természetes immunitás, azon emberek memória térsejtei még 17 évvel később is aktiválódtak az új koronavírus fertőzés ellen. Nem 2 hónap, nem 4 hónap, nem 6 hónap, 17 év. Ezért is állok, és állunk mindannyian teljesen értetlenül és megdöbbenve a kormány csütörtöki döntése előtt, hogy a védőoltásokkal megszerezhető rész és átmeneti immunitás többet ér ezen túl, mint a fertőzésen való áteséssel megszerezhető, tartós, akár egész életre szóló és teljes körű természetes védelem, ami február 15-től ezek szerint már nem ér semmit. Ennek szakmailag semmi értelme nincs. A Mi Hazánk mozgalom, ha április után döntési helyzetbe kerül a magyar parlamentben, akkor azonnal megadja ennek az 1,3 millió embernek a mentességi igazolást mindenféle további intézkedés, korlátozás és kötelezettség alól. Végezetül szeretnék pár szót szólni, üzenni az oltás fanatikusoknak, azoknak, akik sztahanovista módon a harmadik oltás felvétele után már alig várják, hogy megkaphassák a negyedik, ötödik, hatodik, tizedik, huszadik oltást is. Ők sincsenek kevesen, 3,3 millió főről van szó. Most még nagy az öröm a körükben. De sajnos ők már nem fognak tudni lejönni erről a szerről. Egyre sűrűbben és egyre rövidebb időközönként kell majd az oltásért folyamodniuk, hogy fent tudják tartani szervezetük védettségi szintjét. Nem véletlenül adta ki 4 nappal ezelőtt a vakcinákat is engedélyező Európai Gyógyszerügynökség azt az állásfoglalást, amit az előd is beszélt, hogy 4 havonta beadott ismétlő oltások gyengíthetik az immunválaszt, és legyengíthetik az embert. Marco Cavalleri, az Európai Gyógyszerügynökség vakcina stratégiáért felelős egyik vezetője pedig azt nyilatkozta, hogy egyszer, talán 2-szer be lehet adni az ismétlő oltást, de a végtelenségig ez nem folytatható. Ennek fényében különösen furcsa, és nem értem azt a döntést, hogy miért teszi kötelezővé a harmadik oltás felvételét 4 és 6 hónap között a második oltást követően a kormány ahhoz, hogy érvényes maradjon a védettségi oltási igazolvány. És miért engedi újabb 4 hónap elteltével már a 4. védőoltás felvételét? Gyilkosok! Hiszen ez még az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásával is szembe megy. Igen, nem kell minden áron oltási versenyt nyerni. Itt nem fognak győztest hirdetni. Sőt, sajnos fennáll a veszélye annak, hogy majd a sokszor oltott, legyengült immunválaszú emberekben fejlődhet ki a koronavírusnak az a retteget omega variánsa, ami az immunvédekezés teljesen kikerülve egy minden eddiginél nagyobb és pusztítóbb járványhullámot fog elindítani, elsősorban a többször oltottak körében. Ez a cél. Ezt követően lesz vége a koronavírus járványnak.
Ugyanis ők az utolsó olyan rizikócsoport, ahol a koronavírus még egyszer és utoljára szét tud majd terjedni. Ezért e helyről kérem őket, a többször oltottakat, hogy legyenek velünk a betegségen már átesettekkel, az oltatlanokkal, az egyszer vagy kétszer oltottakkal méltányosak. Ne kezeljenek bennünket másodrendű állampolgárként. Ne vezessenek be velünk szemben korlátozó intézkedéseket 2022. február 15-től. Ne szabjanak ki ránk pénzbírságot majd. Mert nem sokára, amikor igazán nagy lesz a baj, nekünk kell majd a terhet cipelnünk a vállunkon, nekünk kell majd ápolnunk és ellátnunk őket. Nekünk kell majd az ország működőképességét fenntartanunk. Köszönöm!